Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragon Cserita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Szekszárd adott otthont a centenáriumi emlékévnyitó rendezvényének, néptánctábor Kakasdon, népi játékok, mondókák segítségével tanulnak táncolni a gyerekek. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia és tábor indult Bonyhádon. 91 éves korában még mindig hódol a szenvedélyének Laszlovszky Imre. Szekszárd adott otthont a centenáriumi emlékévnyitó rendezvényének a városban tartották ugyanis azt a koncertet, ami a Készenléti Rendőrség idén 100 éves zenekarának jubileumi programsorozatát indította el. A zenészekkel a következő hónapokban sok-sok helyen találkozhat a közönség. Hallgatósággal telt meg a Szekszárdi Vármegye háza romkertjének udvara, ott ugyanis a Készenléti Rendőrség idén 100 éves zenekara adott koncertet. Ez a mai koncerten itt Szekszárdon, a Vármegyeháza udvarán a Készenléti Rendőrség zenekar igyekezett egy olyan repertoárt, vagy igyekezni fog egy olyan repertoárt bemutatni, illetve a mi óriási repertoárunknak egy olyan szeletét, ami talán a legszórakoztatóbb egy ilyen könnyed nyári estén. Ugyanis könnyed nyári esténk van, egyelőre nem esik az eső, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad. Magyar vonatkozási zeneművek is el fognak hangzani, talán nem titok, hogy az operett az egyik olyan, ami a közönség. A nagy közönség szívéhez az egyik legközelebb eső zenei stílus, úgyhogy ebből is fogunk kizárítőt nyújtani, illetve elsősorban hollywoodi nagyszabású filmek, grandiózú filmzenéit. Kimondani is sok, de a zenekar éppen idén, hogy 100 éve megalakult. 1923. december 1-én szignózták ugyanis az alapító levelet. A zenekarunk egy 61 néhány fős zenekar, úgyhogy ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag szinte bármire alkalmasak vagyunk, úgyhogy az elmúlt 100 évünk ez erről szólt, hogy mindig alkalmazkodtunk az adott évtizednek a kor szelleméhez, a divathoz, és igyekeztünk ennek a kor szellemnek a kulturális részét bemutatni a magunk sajátos módján. 15-20 kisebb formáció van. Itt a szaxofon kvártettől a jazz trión keresztül egészen a big bandig, sőt a funky zenekarig, sok minden van. Úgyhogy igyekeztünk úgy összeállítani ezt a zenekart, mind a személyi állományt, mind a repertoárt, hogy a lehető legtöbb felkérésnek és legtöbb féle felkérésnek tudjunk eleget tenni, és ezt az elmúlt években most már év 200-220 alkalommal meg is tesszük.
A 200-220 fellépés egy évben hatalmas számnak mondható, 2023-ban viszont még ennél is többször mutatkoznak be a zenekar tagjai országszerte. A megalakulásuk kerek évfordulóját ugyanis centenáriumi emlékével ünneplik a nagy érdemű örömére. A programsorozat nyitó állomása volt Szekszárd. Az a tervünk, hogy meglepetésszerűen fogunk felbukkanni az ország különböző pontjain, elsősorban természetesen a vármegye székhelyeken, lehet ránk számítani köztereken, bevásárló központokba. Érdemes figyelni az egyenruhát. Idén is megszervezte néptánc táborát a Sebestyén Ádám Székely Társulat Kakasdon. A gyerekek itt különleges módon népi játékok, mondókák segítségével tanulnak megtáncolni. Nagy népszerűségnek örvend ez a programsorozat itt a településen. Óvodás kortól egészen a középiskolás fiatalokig sok gyerek látogat el ide az egyhetes programsorozat során. Népi dalok, mondókák segítségével tanulnak a gyerekek Kakasdon a faluházban. Ez a fajta módszertan, amit itt bemutatnak a néptánctáborban, nagyon hatékonynak bizonyul, főleg a kicsi gyerekeknél. Az élvezetes játékok során megtanulják még a nehezebb táncokat is. Több dolog van itt, mint néptánc. Hát igazából arról szól az egész, hogy ezeknek a népi gyermekjátékoknak a segítségével tanítjuk meg a gyerekeket úgy táncolni, hogy nem veszik észre, hogy táncot tanulnak, hanem azt hiszik, hogy játszanak. És hát igazából mindenféle mozdulattanítás folyik, úgyhogy nem csak néptánc, hanem angol keringő is, és akkor mondókák, énekek, főleg népdalok lesznek, akkor mindenféle érdekes dolgokat csinálunk, mint például megtanulnak a lányok egymás haját befonni, hajat fonni, az is ugye fontos a műsor szempontjából. Aztán van mindenféle kézműves foglalkozás, ma például hát tyúkot és bárányt fogunk készíteni, amit hát ugye pont a mai modern világban fontos a gyerekeknek, hogy mert ragasztunk rájuk tollat is, meg gyapjút is, mintha igazi lenne, de hát persze papírból. Hát azért, hogy megtapogassák, hogy milyen is az a toll meg a papír. Hát szokták mondani, hogy de hát falu helyen úgy is látnak ilyet. Hát azt kell mondanom, hogy nem nagyon, csak nagyon ritkán. Az, hogy megfogják a magát, a gyapjút, az meg még ritkább dolog, úgyhogy ilyen egész összetett, komplex fejlesztő pedagógia történik itt a szórakoztatás keretein belül. De jó lehetőség ez azoknak a fiataloknak is, akik komolyabban foglalkoznak a tánccal. Az elsődleges célom az, hogy én is táncoktató legyek, mint édesapám, hiszen édesapám nekem nagy példaképem. Most először vitt el egy Így Tedd Rá táborba, ahol gyermek táncjátékokat és tánctanulást tanultunk, ez egy módszertan, hogy a gyerekek megtanuljanak játszva táncolni, és nagyon sok kreatív dolgokra és táncra képesek így, és egyáltalán észre sem veszik. Ilyenek például a színek, például tudják, hogy a zöldre tititázni kell, a kékre pedig lábérinteni, úgyhogy úgy fejlődnek, hogy észre sem veszik. A gyerektábor legfőbb célja, hogy közösségben legyenek a gyerekek, ne csak a mai kor játékaival, mint a tévé, számítógép foglalkozzanak, hanem az együtt játékokkal eltöltött idő során fejlődjön a fantáziájuk, ügyesedjenek.
A mai világban rettenetesen nehéz őket összeszedni, levenni a számítógépről, és én úgy gondolom, hogy ez az a hely, ahol nincs telefon, nincs számítógép, nincs semmi, hanem együtt vagyunk, és a tegnap is azt vettem észre, hogy egy ilyen, rákötött a János egy üvegre egy ilyen hosszú kötelet, és az a játék, ami így körbe is ugrálni kell, hogy mekkora örömmel csinálták, és eszükbe se jutott, hogy otthon várja őket a számítógép. Ez a legfontosabb szerintem. A társulat elnöke szerint fontos, hogy egy gyerek minél kisebb korban bekerüljön egy ilyen közösségbe. Nagyon nehéz, aki most jön idősebb, hogy együtt tudjon velünk dolgozni. Ezt meg kell tanulni. Ezt kiskorától a gyereknek meg kell tanulni, és hála Istennek, hogy, és elnézik azt egymásnak, hogy mit tudom én, ez nem ehet azt, az nem ihat azt. Ezzel így kell foglalkozni másikkal, meg úgy, ez nagyon fontos dolog az iskolába is. Hát úgy zajlik egy nap, hogy ugye megjönnek ide 9 órára, akkor 11:30-ig tánc van, de hát persze szünetek, reggelizünk, de közben aki nem akar reggelizni, leül ide az asztalhoz, itt 1001 foglalkozási lehetőség van. Máma például hoztam nekik ilyen kukorica csutka babát fogunk csinálni. Az én gyerekkoromban ezt csináltuk, ők nem nagyon. Igen, ám, de én az iskolában, ugye én német nyelvet tanítottam az iskolában, tehát mondjuk a szülők, azok mind az én tanítványaim sajnos a koromat mutatja, de kukoricacsut, tehát ebből csináltunk mi német órán is babát, és most megtanítom őket is, hogy lehet ám így is játszani. Emellett a bukovinai székely hagyományok őrzése is kiemelt szerepet kap ezeken a napokon, ahogy a faluban mindig. Népdalköre is van a társulatnak, ahol az idősebbek nem csak a népdalokat, hanem sok más tudást is továbbadnak a kicsiknek. 27. országos ifjúsági honismereti akadémiát és tábort tartanak Bonyhádon, a Völgység szívében. A város először szolgál helyszínéül a nívós eseménynek. Ez a Kárpát-medence legnagyobb helytörténeti találkozója, amelyre mintegy 100 résztvevő érkezett az ország minden részéről, de a határon túli közösségekből is. A Honismereti Szövetség a Tolna megyei Egyedantal Egyesülettel együttműködve 2023. augusztus 14 és 18 között rendezi meg a 27. országos ifjúsági honismereti akadémiát és tábort Bonyhádon, a Völgység szívében. A város először szolgál helyszínéül a nívós eseménynek. Ez a Kárpát-medence legnagyobb helytörténeti találkozója, amelyre mintegy 100 résztvevő érkezett az ország minden részéről, de a határon túli közösségekből is. Az ide sereglő diákoknak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium szolgál bázisaként. A gimnázium a nyitó napon verssel és zenés előadásokkal kedveskedett az ideérkezőknek. Az ünnepélyes megnyitón kiemelték, hogy a Honismereti Szövetség létfontosságú munkát végez a nemzet fennmaradása érdekében, jelentős értékmentő feladatot lát el, illetve hogy a magyar nemzet csak akkor ismerhető meg igazán, ha a saját helyi kultúránknak és értékeinknek a birtokában vagyunk. Köszöntöm a diákokat, akik eljöttek és felkészültek. Debreceni Dropán Béla, az Országos Honismereti Szövetség elnöke beszédében emlékeztetett, hogy az eltelt fél évszázad alatt kiadványok, konferenciák, események sokaságát hozták létre, és mindez jótékony hatással volt a magyar nemzet életére. Az akadémia témája idén a regélő szülőföld lesz. Az ötnapos eseménysorozat során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhely foglalkozásaival színesítik a programokat, illetve a magyar népmondák témakörének sokszínűségét járják körül a résztvevők. Én azt gondolom, hogy ebben a 4-5 napban megpróbáljuk a hagyományokat is megtartani. Azért a konferenciának vannak hagyományai. Ilyen hagyomány például, hogy a gyerekek készülnek, korreferátumok, úgynevezett korreferátumokat tartanak. Ez azt jelenti, hogy egy pályázatot írtunk ki a gyerekeknek, ezáltal juthattak be a legjobb tanulók, a legjobb pályázatírók, és a pályázatnak a témája az volt, hogy regélő szülőföld. A területeken levő népmondákról, legendákról írhattak, de akár dűlő történeteket is megfogalmazhattak. 10-15 perces előadásokkal készültek a diákok, sőt ezt nagyon sokszor még vördős írásos formában is megalkották. A 7 és 12 évfolyamos diákoknak a mondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területről szóló kis előadással kell készülni,
szülőhelyükről vagy a szűkebb környezetükben keletkezett vagy ismert babonákból. Gesztesi Enikő hozzátette, hogy a honismeret hagyományainak megtartása mellett kiemelt fontosságúvá vált a modernizáció szerepe is. Emellett azonban, ahogy ezt kérdezte is, úgynevezett műhelymunkákat szoktunk mostanában bevezetni, amely műhelymunkákban ezeket a témákat dolgozzuk föl különböző formában. Ilyen 10 perces blokkokban fognak holnap este a gyerekek dolgozni. Ott van, aki bevonja őket, van, aki inkább előadásszerűen, hogy kell kutatni, mit jelent ez, hogy kell földolgozni, ők maguk milyen legendákat ismernek. Kiírtunk ezen kívül egy úgynevezett tanulói portfóliót, amely azt jelenti, hogy a gyerekek egy blogban fognak alkotni, és ezeket az alkotásaikat, amiket teljesen maguk csinálhatnak meg, ami eszükbe jut erről az egész programról, akár az előadásokról, akár a kirándulásokról, azokat bemutathatják, akár mémeket készíthetnek, Facebook oldalt, különböző játékokat alkothatnak, papírból vághatnak, netes formában készíthetik el, tehát szabad a fantáziájuk, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Elindulunk a modern tanítási módszerekkel, és ez itt a tábor, ezek a táborban megjelennek. Egy nagyon-nagyon szép tábornak nézünk elébe. Én akkor gondoltam, hogy nagyon sokat szeretnék ezért megtenni, és nagy összefogással tudtuk az idén ezt a tábort országos pályázatok hiányában megoldani, rengeteg vállalkozó, 32 vállalkozó segítő segítségével. Mert azt gondolom, hogy azt hallottam, és azt is gondolom, és tudom, hogy jó néhány gyereknek ez az egyetlen nyaralási lehetősége, amit itt fog megélni. És ezt nekünk ki kell használni, ezt az időt. A referátumok, műhelymunkák mellett a néptánccal, a helyi néptánccal fognak megismerkedni Szabadi Mihály elnökségi tagunknak a vezetésével, Siklósi Krisztián a növendékeit fogja elhozni, illetve néptánc együttes is, a decsiek fognak érkezni holnap, Gyöngyös Bokréta hagyományőrző egyesület, illetve Kovács Gábor ének és muzsikus művész is elő fog adni, illetve az egyesületünkből Bognár Cecil Gyula szintén népdaltanulást fog a gyerekekkel, hogy úgy mondjam, végezni. A csütörtöki nap hagyományosan a tanulmányutaké, a gyerekeknek szabad idejükben lesz lehetőségük helyi néptáncokkal, népdalokkal és Tolna vármegye szépségeinek felfedezésével örökre szóló élményeket gyűjteni. Hogy kirándulunk. Egyrészt megnézzük Bonyhádot, 3 csoportban 3 különböző helyszínt fognak a gyerekek felkeresni, másrészt pedig szerdán Tolna megyétben egy kört, egy 150 kilométeres kört járunk be, Grábót, Szálka, Szekszárd, mert ugye azt a gyerekek nem ismerik, tehát átmegyünk a megyeszékhelyre, majd Kölesden fogunk ebédelni, a kölesdi önkormányzat vendégei leszünk, és akkor utána Borjád, Sárszentlőrinc, Kakasd, és úgy jövünk vissza. A program pénteken zárul. Tolna vármegyei Egyed Antal honismereti körnek, illetve egyesületnek a szervezése és az országos egyesületnek a szervezésében zajlik ez az akadémia. Mi házigazdái vagyunk városként ennek az eseménynek, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziummal közösen, és természetesen az önkormányzat minden támogatást megadott arra, hogy az ideérkezők, erre az akadémián résztvevők ezen az egy hét alatt itt a városunkban jól érzik magukat, a strandbelépéktől kezdve, támogatásokon, könyvajándékokon keresztül, a cateringen és sok minden más anyagi támogatáson keresztül igyekeztünk ezt az egy hetet kellemessé tölteni számunkra. Az idei szervezés helyi vállalkozók és Bonyhád város hadhatós összefogásának köszönhetően valósulhatott meg. 91 éves korában még mindig hódol a szenvedélyének Laszlovszky Imre. A többek között kaktuszairól ismert tolnamözsi lakos egyébként hosszú évekig volt a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tagja, és a szakmai szervezet munkájában is aktívan részt vett, magelosztó volt. Ezeket itt benn vannak tavasztól, őszig, és akkor beviszem őket a folyosóra, mert ezt fűteni nem akarom. Pláne most, hogy már ilyen kevesebben, mert valamikor ez a két polc itt lenne, ezek polcok tele volt mind.
A tolnai és mözsi lakosok többségének biztosan nem kell bemutatni Laszlovszky Imrét. A hamarosan 92 éves helyi férfi nagyjából a 60-as évek óta foglalkozik kaktuszokkal. Bár a növények nagy részét már leépítette, csökkentette, azért így is akad néhány darab az otthonában. 6-700 vagy még több is volt. Akkor tájban még vetettem is sokat. És amikor nyugdíjba mentem, akkor piacra vittem őket, mert akkor is mások volt. Kis helyen elférnek, lassan nőnek, tehát nem növik olyan hamar sem a lakás, sem a kertet, mint mondjuk egy filodendron, amely majdnem 4 méteres leveleket hoz. És szépen, szépek a virágjai, változatos. Imre egyébként hosszú évekig volt a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tagja, és a szakmai szervezet munkájában is aktívan részt vett, többek között magelosztó volt. Részben a tagok, akiknek sok kaktuszuk volt és nagy volt a termés, azok ingyen felajánlották az Egyesületnek, azok ide elküldték hozzám, ezen kívül még az Egyesület is kuránsabb kaktusz magukat vett valahol, és akkor ez télen ki lett hirdetve, hogy milyen kaktusz magfélék vannak, és miket lehet rendelni. Ugye itt voltak nálam, és akkor ki lett csomagolva, kb. 20-25 szemmag volt egy csomagba, és akkor ezt intéztem. Nagyon sokféle van, meg se támlálhatnám, nem is tudom, több ezer féle is van. Mondjuk kétfelé lehetne választani a kaktuszok, amelyik amerikai kontinensen vannak, meg a posgások, amelyik inkább Afrika vagy déli részen. Kezdjük ott, hogy tavasszal ki lesznek hozva, mondjuk ha valaki lakásba tartja, ha üvegházba, akkor keveset fűti. És ősz felé, vagy október vége felé, akkor meg kell szüntetni az öntözést, és akkor kora tavaszig, tehát attól függ, hogyha március, április elejéig nem kapnak egy csöbb vizet se, de viszont a meleg lakás se szeretik, tehát van 10-15 fok körüli hőmérsékletet víz nélkül. Mert ha abban az időben viszonylag melegebb helyen van, és ott öntözik, akkor úgy jár, mint régebben a patikákban lehetett látni kaktuszokat, ami olyan jó csúcsos volt. Tehát elveszíti az ő rá jellemző alakját. Van, amelyik 40 évet is, mint például itt ez a agávi, ez kb. 40 éve vetettem, és most virágzott először és utoljára, mert utána tönkre is megy, látni van a tövén a levelek már lesárkulnak. És van, amelyik már 2-3 éves korában kezd virágozni. Ezek ilyen oszlop kaktuszok, ezek is hát ilyen érdekesek. Valamikor, amikor először hozták Európába őket, Amerikából, akkor azt mondták, hogy ráragasztotta a kecskeszőröket, mert hát kicsit némelyik hasonlít hozzá. Lassan növőek, ezek is már olyan, hát nem is tudom, 20 év körüliek biztos vannak. Laszlovszky Imre mözsi kertjében kivirágzott egy agavé, ezzel a növénnyel 40 éves korában történik meg ez a különleges esemény először és utoljára. A virágzás után ugyanis elpusztul, a 4 évtizede magról ültetett kaktusz áprilistól kezdve 3 hónap alatt 2 méteresre nőtt, aminek a végén láncsahegyszerű formában napról napra apró szirmok nyílnak és hervadnak. Hamarosan véget ér a folyamat, ezzel pedig a Mexikóban őshonos növény is elpusztul. Hát a kedvenc, hát asztrofirtumok, magyarul több helyen papsapkának nevezik, mert arra hasonlító alakja van, meg a turbini karpuszfélék, mert ez mind a kettő olyan, hogy egész évben virágzik, tehát nem azt mondom, hogy minden, de olyan 3-4 hetente, havonta hoz virágot, tehát az elsőt elkezdi már mondjuk májusban, és az utolsó lehet, hogy még valamikor szeptemberben lesz. Ugyanúgy itt az üvegház előtt azon az asztalon kint, amik vannak, azok is fagyállóak. Nyáron ott kint vannak, télen itt az üvegházban van. Szabadba is kibírnák, de olyan helyen, ahol egy kicsit dombos ágyást csinálnak neki,
és alul sok kőtörmelék egyéb van, hogy télen a víz az ne álljon meg a gyökereknél. Azt szoktam mondani, az a kaktusz, amit minden parasztháznál is van, a gömbkaktusz, úgy könnyen lehet nevelni, sarjadik is, lehet csereberélni, tehát nem muszáj pont magról vetni őket. Az egyik szép a virágja is, igaz, hogy este kinyílik másnap délelőtre, hogyha napos helyen van, akkor már elhervad. Gondos ápolás, tehát nem szabad túlöntözni se, mert nem szeret, ugye a hazájába is ritkán esik az eső. Régebben volt egy illető, azt úgy olvastam én is, hogy ezt a gömbkaktusz félét árnyékos helyre, vagy félig napos helyre betette, és egy éven keresztül egy csöpp vizet nem adott neki, és kevés százalékkal lett kevesebb a súlya, mint egy évvel előtte. Tehát nem szabad túlöntözni őket, mert akkor berohadnak. Öntözni is, hát én úgy szoktam, hogy egyszer alaposan be lesz öntözve, hogy a gyökere is, tehát a cserép alján is eljusson a víz, és utána száradjon ki egyszer a gyökérzés, tehát kapjon levegőhöz is a gyökérzet. Laszlóczky Imre a helyi közélet ismert alakja, múltkutató, helytörténeti könyvek szerzője, munkásságáért megkapta többek között a Tolna Várost Németségért kitüntetést. Kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!